Krisztusban, kedves testvérek, nagyböjt második vasárnapja van. Az egyház bűnbánattal készül Krisztus keresztáldozatának és föltámadásának ünneplésére. A mai napon ünnepeljük boldog Messzényi Zoltán vértanú püspökünk emléknapját is. Március 4-e az ő mennyei születésnapja. Ekkor adta életét hitünkért, egyházunkért. Csendben és hivatalos halálhír nélkül névtelenségben vetették el, mint Krisztus gabonáját, de az isteni élet dicsőségébe emelkedett. Példája ma is megvilágosítja keresztény életünk és sorsunk mélyebb értelmét és igazi értékét. A mai evangélium szerint egy hegyre ment föl Jézus tanítványaival, és ott történt a színeváltozás híres esete. A színeváltozás történetét az evangélista a szenvedés történet nyitányának szánja. Jézus már megy Jeruzsálem felé, hogy ott szenvedjen és meghaljon. Olyan sors ez a messiás számára, amit a tanítványok alig képesek megérteni és elfogadni. Amikor Péter megvallja Jézusról, hogy hiszi, ő a messiás, az Isten fia, mindjárt utána szó kerül a szenvedésről is. És Péter tiltakozik ellene. Nem tudja megérteni, hogy Jézus szenvedő messiás lesz. És itt a színeváltozás jelenetében megkapjuk ennek a magyarázatát. Szenvedésre készül Jézus, és az Atya tanúságot tesz róla. Megdicsőíti azért, hogy utána benne legyen minden ember szabaddá. Látjuk a párhuzamot az ószövetségi olvasmánnyal. Ott Ábrahám fölmegy a hegyre, fölviszi a fiát, hogy föláldozza Istennek. Abszurd, érthetetlen, minden hittel és reménnyel ellenkező helyzet volt az is, hiszen ez az a gyermek, akit annyi imádság után isteni ígéretre kapott Ábrahám öregségében. És most ugyanaz az Isten, aki a három vándor képében megígérte a gyermeket, ő kívánja, hogy áldozza föl. És Ábrahám elindul a hegyre, veszi a kést, veszi a fiút, és hallgatagon mennek Mória hegyére. Isten azt az áldozatot nem fogadta el. Az utolsó pillanatban kiragadja az apa kezéből a kést. És most Jézus megy föl a hegyre önként, és úgy tűnik, hogy Isten meghozza az áldozatot. Jézus maga meghozza az áldozatot, és egyszerre megfordul az üdvösség történetének menete. Ott látjuk Jézus társaságában Mózest és Illést is. Megint teli van a történet ószövetségi utalásokkal. Mózes is fölment a hegyre, miért is? Hogy megkapja a 10 parancsolatot, hogy megkapja a törvényt az Úrtól. És aztán ő rajta is valamilyen fényesség látszott, amikor lejött, féltek tőle a többiek. Igen, Jézuson is ez a dicsőség látszik, az Istennel való közvetlen találkozás. De nem hoz vastagon teleírt könyvet, nem hoz kőtáblát magával, nem olyan új törvényt hoz, amely a régit paragrafusról paragrafusra felváltaná, hanem olyan törvényt, amelyben a tanítványok azt mondják, hogy jó nekünk itt lenni. Már a Földön itt elkezdődik Jézussal az Isten országa. Ő maga a törvény. Őt utánozni, ez a keresztény szeretet törvénye. És Jézus nagyobb Mózesnél. Ez az új törvény nagyobb a réginél, a hajdan középpontban álló Mózes
most az előfutár szerepében tűnik fel. A másik előfutár pedig Illés, vagy akár az Illésnek nevezett Keresztelő János. Ott áll a másik oldalon, előkészítve annak az útját, aki nagyobb nála. Ez a színeváltozás története. Tehát megerősíti az apostolokat, elmélyíti őket a hitben ez a csoda, meggyőzi őket, hogy Jézus nagyobb, mint Mózes és az ószövetségi törvény. Hogy Jézusban Isten valami teljesebbet akar ajándékozni népének. Ha tetszik, Isten gyermekeinek a szabadságát. De nem olyan szabadság ez, amely korlátlan, amely az emberi önkényességnek adna tápot, hiszen van egy mintánk, maga Jézus. Szabadság, de azzal a kötelezettséggel, hogy Jézust kövessük és utánozzuk. Ennél nagyobb kötelező erő pedig nem képzelhető el. Így tekintsünk a ma megdicsőült Krisztusra, így teljesítsük az új törvényt. Boldog Messzényi Zoltán püspök a hit és a Krisztushoz való hűség világosságánál már fiatal korától fogva tisztán látta azokat a helyzeteket, amelyekben az egyház élt, azokat az ellentmondásokat, amelyeket a történelmi erők hullámzása sokszor az emberek tudatában is eredményezett. Híres munkájában, amelyet itt Esztergomban 1920-ban adott ki, a Főkegyúri jog és a forradalom címmel, komoly jogtörténeti elemzéssel mutatja ki a régi uralkodókörök állampárti misztifikációit, a főkegyúri jogról szóló legendás elméleteket. Azóta a történészek megtalálták és kiadták az úgynevezett Konstanci bulla szövegét. Messzényi Zoltánnak igaza lett. Nem valamiféle egyházi jogszabály vagy kiváltság levél a szöveg tartalma, hanem csupán egy ígérvény néhány bíboros részéről Zsigmond magyar király számára. A benne foglaltakat, sőt azon túlmenő igényeket fokozatosan kezdték el érvényesíteni önhatalmulag az uralkodók. A régi történet azonban nem puszta tudományos érdeklődés tárgya. A későbbi vértanú püspök saját korának helyzetét igyekszik értelmezni. Világosan rámutat azokra a túlkapásokra, amelyek az 1918-19-ben jogi és kormányzati oldalról érték az egyházat. De nem hallgatja el az 1920-as évek elején jelentkező problémákat sem. Mindig a lelkek üdvösségének, az egyház szabadságának eszménye vezeti. 1920-ban megállapítja, idézem, a miniszter jó indulatában nincs hiány, de vannak még most is úgynevezett kánonisták, akik régelmúlt időknek hatalmi túltengéseit dúdolják a miniszter fülébe. Eddig az idézet. Őszintén kereste annak módját, hogy hogyan működhet együtt az emberek igazi java érdekében az egyház és a világi társadalom, benne annak vezetőivel. Ami komoly beszéd és tiszta vélemény volt fiatal korában, az drámává és vértanúsággá érett élete alkonyán. A sztálinizmus vele sem óhajtott őszinte párbeszédet folytatni, inkább fizikai akadálynak tekintették a személyét, amelyet el kell hárítani az útból. Ezzel szinte tanúságot tettek arról, hogy ők is tisztában vannak a halkszavú tudós segédpüspök hitével, hűségével
és következetességével. Kérjük az ő közbenjárását, hogy az idei bűnbánati időben megtisztulva mi is meglássuk életünkben a helyes cselekvés útját, és minden dolgunkban hűségesek legyünk Isten akaratához. Amen.